Van olyan gyermek, aki, mint korábban készült felvételeinken is látszik, alvás helyett inkább csak kukucskál. Az óvodai alvás elkerülése azonban jelen esetben inkább a kíváncsiságról szól, mint igazi alvás problémát jelentene. Szomonológus szakorvos szerint a valós alvás problémák hátterében összetett dolog áll. A Hány Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben működő alváslabor Magyarországon egyedülállóan gyermek alváslaborként az Európai Alvástársaság akkreditációjával is rendelkezik. Az intézményben koncentráltan találkoznak alvászavaros gyermekekkel, ezért is tűnt fel az intézménynek, hogy a járvány előtti időszakhoz képest megnőtt az alvászavarral kezelt fiatalok száma. A pandémia kezdete óta kétféle olyan alvászavar növekedett meg a gyerekek körében, ami eddig is egy létező jelenség volt, de sokkal kisebb számban. Egyrészt ezek a szorongásos átalvási zavarok, amik gyakoribbak lettek, és a másik nagy csoport az alvásfázis eltoródás szindróma, ami szintén párosulhat szorongásos alvászavarral, és ez inkább a kamaszokat, a középiskolás korosztályt érinti. A középiskolás korosztály a legveszélyeztetettebb és leginkább érintett csoport a pandémia kapcsán a mentális problémákra. Ugyanis ők az online oktatással elveszítették a társas kapcsolataik 90%-át, és egész napirendjük felborult. A gyermekek nem feltétlenül tartják a napirendjüket, és nem kelnek fel reggel. A szakember szerint alvásfázisos eltolódás alakulhat ki ebből az állapotból. Akkor kerülnek már hozzánk ezek a gyerekek, amikor önmaguktól nem tudják ezt visszaállítani. Tehát a belső biológiai óra az annyira eltolódik, hogy ezt önállóan már nem tudják rendezni, ezt nekünk kell akár pszichés segítséggel, akár gyógyszerekkel segíteni ahhoz, hogy akár ilyen kronoterápiának nevezett módszerrel segíteni, hogy ez visszaálljon. De nagyon fontos, hogy ne romoljon el, tehát hogy leginkább nem is rajtuk van itt a hangsúly, mert azért egy kamaszként ez nem egyszerű ezt fenntartani. Bizonyos alvásfázisokban többféle hormon szabadul fel, de az alváshoz kötött az inzulin háztartás is, sőt a memóriának is fontos a megfelelő alvás. Súlyos alvás hiány a test leromlásához, az immunrendszer legyengüléséhez vezet. A szakember fontosnak tartja, hogy a szülők fokozottan figyeljenek a gyermek napi ritmusának szabályozására.